Elkezdődött az új, a 2023-24-es, vagyis a 486. tanév a Debrecen Református Hittudományi Egyetemen. Az intézmény tegnap tartott a tanévnyitóját, örömünnep volt, hiszen az elmúlt évhez képest jóval több tanítószakos kezdi meg tanulmányit az egyetemen. Hogy mit jelent az intézmény életében ez, többek között, erről kérdezem vendégemet, Barát Béla rektor urat. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét! Hát ezt is gratulálok, rektor úr, hiszen augusztus végén kaptam meg az új időszakra vonatkozó kinevezését köztársasági elnök asszonytól, úgyhogy fogadja gratulációnkat ehhez, és sok áldást. Köszönöm szépen. Na és valóban örömteli hír, hogy a mostani felvételi időszakot követően majdnem százzal több tanítószakos hallgatója lett az egyetemnek. Mi történt? Nem csak bennünket érint ez az örömteli változás, hanem országosan hasonló változásokat látunk. Az előző évben mindig arra kellett beszélni, hogy csökkenő hallgató, hiszen hogy próbálunk ezzel ellen tenni, ez mindenképpen egy örömteli változás az intézményünk életében. És egyébként mindent elkövettünk, amit lehetett, de az egyes intézmények igyekezete mellett nyilván egy ilyen országos összefogásra, változásra is szükség volt, vagy beszéltünk arról, hogy deregulációs törekvéseket voltak az elmúlt tanév során, tehát például a felvételi szabályok is változtak, részben ezzel is összefügg az idei örömteli változás, és ehhez képest persze mi is igyekeztünk mindenféle formában megjeleníteni annak a fontosságát, hogy a pedagógus tanító nélkül nem lehet elképzelni a közoktatást. A nemzet napszámosai fogalmazott egy kedves pedagógus a tanítókról, valóban nélkülük elképzelhetetlen a jövő generáció. Na de az, hogy ekkora ugrás, mi az a környezet, mi az a változás, ami ide vezetett? Tehát részben a felsőoktatás, én azt gondolom, hogy erre célszerű koncentrálnunk, hiszen ez egy nagyon szerteágazó probléma, úgy általában a közoktatás helyzete és egyetlen, most én a felsőoktatásra koncentrálok. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon sokakat vontak be az oktatási intézmények a maguk munkájába, és tulajdonképpen a részben már ott lévő munkatársak jönnek most hozzánk, pedagógiai asszisztensek, a levelező képzésben tanulók száma növekedett meg jelentős mértékben. Én azt gondolom, hogy ez egy meghatározó tendencia ebben a nagy létszámnövekedésben, és nagyon fontos az, hogy egyébként akik ott vannak a közoktatásban, vagy a közeljövőben tervezik, hogy ilyen pályára lépnek, minél komolyabb szakismeretekre tegyenek szert. Na, ha már szóba került a levelező, akkor nézzük meg, hogy nappali levelező és egyéb tagozatokon hány első éves kezdi meg a tanulmányokat önöknek? Tehát most szélszerű, akkor a pedagógiai, vagy összes, tehát az összlétszámuk az 514. 514, ez nagyon jó hír. 514. Egyébként 100 felett van valamivel a tanítószakra jövők száma, és a nappalisok aránya egyébként javult az előző évhez képest, de főleg a levelező képzés, tehát valamilyen 70-80 közötti levelezős arányról beszélünk. Ez az egyetemünk számára azt jelenti, hogy csoportbontások, tehát nagyobb csoportbontásban kell dolgoznunk, mint a korábbi években, hiszen egy csomó olyan tárgyunk van, amit nem előadásszerűen biztosítunk a hallgatók számára, hanem kis csoportos foglalkozásban lehet igazándiból előre haladni. Tehát ez az egyetemünk számára egy ilyen növekvő, hirtelen megugró hallgatói létszám mellett mindenképpen egy fontos feladat. Nagy örömmel várjuk a hallgatókat, szívesen végezzük a munkánkat. Most, hogy mondja rektor úr, amíg annak idején a 90-es években tanárúrként szólítottam a rektorat, hogy emlékszem még annak idején, hogy hány csoport indult egy-egy évfolyamon, és milyen jó hír, hogy újra ezt lehet hallani, és erről lehet beszélni. Ez a tanítószak. A tanítószakon belül van-e újítás, van-e új irány? Hiszen tudjuk, hogy mind a Debreceni Egyetemmel együttműködve törekednek arra, hogy minél vonzó palettát kínálják, oktatási palettát kínálják a hallgatók számára, mind pedig az intézmények dolgoznak évről évre azon, hogy újabb és újabb lehetőséget kínáljanak a pedagógusoknak. Tehát a felnőtt képzési központunk ennek a terepe, nyilván a tanítószak ez egy meglehetősen kötött keretek között zajló, tehát mind a
tanévek számát tekintve, mint pedig a tananyagot tekintve. Tehát ott a változtatás lenne, azt gondolom, hogy szintén országos szinten ismerté válna. A felnőtt képzési központ, amely a pedagógusok továbbképzésével foglalkozik. Új képzés egyébként most ott sincs, viszont hagyományosan sokan jelentkeztek. 70 körüli jelentkező van a felnőtt képzési központban, és ez nagy részt a pedagógusokat érinti. Tehát ez is egy olyan, az elmúlt években a felnőtt képzési központunkban növekvő hallgatói létszám biztosította egyébként, hogy az összhallgatói létszámunk nem csökkent. Tehát ez egy fontos balanszírozó szerep is volt, illetve idén ez nem csökkent igazándiból, ez egy nagyon fontos, örömteli fejlemény. A hitéleti képzésről elmondom, hogy 41-en nyertek felvételt, illetve be is iratkoztak, és a lelkész szakra, amely a számunkra rendkívül fontos, hiszen a fenntartó tiszántúli református egyházkerület működése és egyáltalán a magyar református egyház működése szempontjából egy nagyon fontos képzőhely vagyunk. 20 hallgató iratkozott be erre a képzésre, és hogyha az előző beszélgetésünkre vagy emlékeztetek, elmondtam, hogy a mélypont az 11 hallgató volt pár évvel ezelőtt. Ez az előző évhez képest nem nagy emelkedés, mert 2-3-4 hallgatóval van több ezen a képzésen, de hogyha az elmúlt mondjuk 5-10 évre tekintünk vissza, ez egyértelműen egy pozitív változás, hiszen bizonytalan volt, hogy a tavalyi emelkedő létszám után mi következik, tehát mindenképpen jónak látom, hogy egy ilyen plusz létszámmal indulhatunk ebben a képzésben is. Hát kijelenthető, hogy vonzó, egyre vonzóbb tud lenni a hittudományi egyetem. Hát az egyetem mindent elkövet, hogy vonzó legyen. Én azt gondolom, hogy ezek országos, illetve társadalmi szinten fontos tényezők, hogy ezekre a képzésekre, mind a pedagógiai, és persze a vallástanári képzésünk is népszerűbb lett, szakpáros képzéseink vannak a Debreceni Egyetemmel, tehát történelem, vallástanár szakra is nagyobb számban jelentkeztek például az idei tanévben. Én azt gondolom, hogy a magyar közoktatás, illetve a magyar közélet szempontjából általában fontos az, hogy legyenek erre a pályára készülő fiatalok. A hitéletre még visszatérve, a lelkészére gondolok, hát ugye az is egyértelműen látszik, miten a magának általában az egyháznak megnövekedett feladatai vannak. Már nem csak a gyülekezeti életre vonat gondolok, a szociális életben egyre jelentősebb szerepet kell vállalni. Nyilván az iskola fenntartói szerepkörben, tehát sokkal összetettebb mindaz, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt. Ezt hogyan lehet lekövetni? Hogyan lehet úgy felkészíteni a hallgatókat, hogy a komplexitásában, amikor majd kimennek a szolgálatra, akkor felvértezve érkezzenek meg a gyülekezetekbe, vagy éppen az intézményekbe? Köztudomás, hogy jó pap holtig tanul. Tehát itt egy tanulmányi pálya kezdetéről beszélünk. Nyilván a lelkészi pályára, mint hivatásra tekintünk, de a hivatásnak része az a tudás, amit adott esetben nagyon hosszú idő alatt lehet megszerezni. Tehát amikor egy alapozó elméleti ismeretanyagot szed össze egy teológiai hallgató, hiszen a tanpályája elején nyelveket tanul, olyan általános ismereteket, amelyek rendkívül fontosak ahhoz, hogy meg tudjon szólalni a szószéken, hogy ott valóban Isten igét hirdesse. Tehát, hogy ez az előkészítő fázis, ez hosszabb. De ezután egy csomó olyan gyakorlati ismeretet kell elsajátítani, ami lehet, hogy abban a 10 fél évben, ami itt az egyetem keretei között első körben számukra biztosítva nem lehetséges. Tehát itt is fontos a továbbképzés, és a felnőttképzési intézet keretén belül az előző évben ilyen képzéseket igyekeztünk indítani. Részben egy családpasztorációs képzést hoztunk létre, amely a gyülekezeti tagok, és nyilván a gyülekezetek nem csak egyénekből, hanem családokból állnak, tehát a családok lelki gondozására készíti fel speciális módon az erre vállalkozó lelkész kollégákat, illetve olyan egyházi intézmény vezetői képzést indítottunk, amely egy egyházi intézmény, és általában adott esetben szociális intézmények ezek, vagy
iskolák, tehát a közoktatáshoz tartozó intézmények, ennek a vezetésével kapcsolatos konkrét ismereteket biztosítunk. Ez nem fér bele abba az öt évbe, amire a mostani elsősök vállalkoznak. Itt is kapnak alapozó ismereteket, és majd egy hosszabb, nyilván a lelkészi pályájuknak megfelelően speciális szakismeretekre kell készülni. A magam példáját mondhatom, én úgy vagyok az egyháztörténeti tanszék munkatársa, hogy a teológia mellett, a teológiai diploma mellett történelem tanári diplomám is van, és gyakorlatilag így egy ilyen hosszú tanpályával lehet ezekre a státuszokra, feladatokra felkészülni. Ez jó volt, hogy a jó pap is holtig tanul. Hát így legyen, sok áldással. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a kívánságot. Köszönöm szépen. Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!